Gépzaj, törmelék, építőanyag, mindenütt. Ilyen szépet mutat a Garai utca, amit most le kellett zárni a forgalom elől. Bár a felújítás a tervek szerint halad, ez azonban biztosan nem vigasztalja azt, aki a temetőbe igyekszik. A Garai utca egyébként gépkocsi közlekedés szempontjából is forgalmas, nem beszélve arra, hogy ezen az utcán keresztül lehetett és lehet megközelíteni a városi köztemetőt. Mivel a teljes Garai utcát építési területté kellett nyilvánítani, hiszen itt járművek mozognak, munkagépek mozognak, az úton építési törmelék található, ezért nem tudtunk más tenni, mint a Garai utcai irányából a temető kapuit lezárni, és megkérni a város polgárait, hogy a Nyéki utca irányából közelítsék meg a temetőt. Ez a továbbiakban is fenn fog állni. Ugyan most egy szakasz részleges átadásra kerül, így nagy valószínűség a temetőnek az északi bejáratát meg fogjuk majd tudni nyitni a temetőben látogatók előtt, de a fő bejárat, illetve a déli bejárat továbbiakban is zárva lesz, hiszen most áttolódik majd erre a területre a tényleges munkavégzés. A kivitelezési munkák első üteme az utolsó szakaszba ért. Kinyitjuk az eddig lezárt területet, és a következő terület a Nyéki utca felüli rész lesz lezárva a Garai utcába. Egy csapadékvízelvezető rendszer kiépítése folyik, ami komplexen magába foglalja a házaknak a csapadék víz összegyűjtő rendszerét is, egy járdafelújítás és egy új aszfaltos réteg fog kerülni az útra. Az út elég keskeny, és a csapadékvíz rendszer az majdnem, hogy a közepébe kerül kiépítésre, és ezért az autók nem férnek el a bontott útpálya szerkezet mellett. A tervek szerint másfél méterrel szélesebb lesz most az utca, mint volt, és biztonságosabb is lesz, és akkor így nyugodtan két autó el fog férni egymás mellett, ami eddig ebbe az utcába problémát okozott. Néhány méterrel arrébb az orvosi rendelő környékén is folyik az építkezés. Az épület esztétikailag már nem volt vállalható, mondta Bozsik Robert polgármester. Valamikor 2015-ben egy Európai Uniós forrásból ez az épület is, illetve a gyermekorvosi rendelőt magába foglaló épület is belülről átépítésen esett át. Akkor a források nem voltak elegendők azért, hogy a homlokzati részt is rendbe tudjuk tenni. Úgy gondoltuk, hogy hát eljött az a pillanat, amikor ezen javítani kell. A korábbi nem biztos, hogy jó technológiával végzett felületrészeket letisztítottuk, és hát néhány héten belül visszavakolás után egy új színnel meg tud újulni az orvosi rendelő belső udvara is. Ugye ez csatlakozik ahhoz a beruházáshoz, amit néhány héttel ezelőtt elkezdtünk, hiszen a rendelő előtti járda átrakása is napokon belül megtörténik, térburkolatossá. Ugye a közlekedés szempontjából is jobb lesz, illetve esztétikailag is megfelelő képet tud megmutatni. Durván a bekerülési költsége mintegy 1,8 millió forint lesz ezeknek a beruházásoknak, melyet saját forrásból természetesen. Elkészült a Bézikheim játszótér fejlesztése. A generációk parkja új játékokkal és sporteszközökkel is bővült. Az eszközök használhatósága szempontjából valóban egy több generációs játszópark tudott itt megvalósulni az elmúlt időszakban. Ugye ezt a folyamatot jó néhány évvel ezelőtt, valamikor 2008 környékén kezdte meg az akkori városvezetés, akkor döntött úgy, hogy ebből egy játszóparkot kellene kialakítani, akkor készültek el az aszfaltos pályák. Azóta folyamatosan korszerűsítettük, és az európai szabványnak megfelelő játékok kerültek elhelyezésre, illetve az elmúlt 5 éves ciklusban megkezdtük az ütőscsillapító szigeteknek a cseréjét, és ebben az esztendőben is egy játék alá gumi ütőscsillapító szigetet tudtunk építeni. Emellett próbáljuk egy kicsit a környékbeli lakók nyugalmát is őrizni, hiszen az ezévi karbantartási, beruházási feladatok között labdafogó hálókat szereltünk föl a mögöttünk látható sportpálya oldalfalára, annak érdekében, hogy az aljatást csökkentsük, és hát ilyen szempontból egy kicsit tényleg a lakók is jobban szeressék ezt a játszóparkot. És hát ebbe a folyamatba illett bele, amikor 2016-ban a város benyújtotta a pályázatát egy B-típusú sportparknak a megvalósítására. Ez egy 100%-os támogatással megvalósuló program, amit a Nemzeti Sportparkon keresztül jutott hozzá a településünk. A beruházás értéke mintegy 12 millió forint. Úgy gondolom, hogy ezek az eszközök is segítik ahhoz, hogy a fiatalok aktívan tudják eltölteni a szabadidejüket.
Természetesen a játszótér rendjét is próbáljuk egy kicsit fenntartani, ezért az elmúlt testület ülésen a játszótér használatára vonatkozóan helyi szabályt alkotott a képviselőtestület, ami meg fog jelenni majd a játszótér területén is. Kérjük egyrészt a szülőket, fiatalokat is, hogy minden játékot a rendeltetésüknek megfelelően használjanak, annak érdekében, hogy ez minél hosszabb ideig a közös tulajdonunkban lehessen, és minél hosszabb ideig tudjuk megfelelő módon használni. A tervek szerint azok alatt a játékok alatt, melyek alatt még nincsen az európai szabvány szerinti ütésvédelem, még ebben az évben elkészíti a város.